Fotón az előkerült horgászbotok az eszközöket faddomboriból lopták el néhány napja, de nem csak ezeket, más tárgyakat is magukkal vittek a tolvajok, összesen mintegy 500 000 forint értékben. 2023. július 20-án késő este tett bejelentést egy görei férfi a 112-es segélyhívóra. Elmondta, hogy visszaérkezett a Wollentőbölben lévő nyaralójához, aminek a bejárati ajtajáról ismeretlen tettesek a kilincset letörték, és a bejárati ajtó melletti kisüveget betörve bejutottak a házba. Ott mindenhol kutatást végeztek, mindent felforgattak. Az elsődleges bejelentés szerint két lapos tévét, horgászbotokat, aranyékszereket, élelmiszert és italokat vittek el az ismeretlenek, körülbelül 500 000 forint kár értékben. A megtalált horgászbotokat a rendőrök visszaadták a Györkönyi tulajnak, a többi értéke viszont nem került elő. A három betörő ellen pedig eljárás indult. Két faddi férfi és egy faddi nő vált gyanússá a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban. Időközben a trió két tagját, egy 27 éves nőt és egy 26 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki, lopás büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Ők beismerő vallomást tettek, az eltulajdonított horgászbotokat lefoglalták és visszaadták tulajdonosuknak, így a kár egy része megtérült. Az ügy további vizsgálatát Tolnai rendőrőrsön folytatják. A tolvajok akár 3 év börtönt is kaphatnak.